mindenkit szeretettel köszöntök a Hashtag Bocskorban, és gyorsan legyünk túl a vendéglistán. Ahogy Hajdú Peti szokta mondani, elfogadta meghívásunkat 10-ből 10-szer. Elfogadta meghívásunkat Valkó Eszti. Variálom. Variálom. Itt van velünk. Elfogadta meghívásunkat Kabát Peti. Elfogadta meghívásukat, és itt van velünk Hajdú Peti. És a mai műsorunk egyik főhőse, Dombovári István. Dombi! Sziasztok! Nagyon izgalmas egyrészt új év után látni benneteket. Peti, téged láttalak sokszor. Te, Peti pedig, hát ugye egy nagyon komoly tortúrán vagy túl, és hát gratulálunk mindenképpen a Dzsungel Királyának. Azért egy annyira fura figura vagy, hogy nagyon sokszor nézőként nem tudtam eldönteni, hogy te egyfajta ilyen bárgyúságban szenvedsz, vagy a bár... ugyanaz, mint az ánusz. Azt tudom mi. Csinálhatunk egy olyat is, hogy... is megtanultad. Micsoda? A hedonistát, emlékszel? Az mi? Ezt tanítani kéne, hogy a bújékból a segjükig eljutni egy lépésben. Ugye? Mondtam, hogy az egyik főszereplő leszel, mert hogy az RTL Klub online szavazást indított, amelyben eldönthetik a nézők, szavazók, hogy ki legyen a múlt év legszexibb férfia. A jelöltek között többek között ott van Nagy Ervin, Istenes Bence, Fördős Zé, Szabó Győző és Dombovári István. És nem csak jelölt, hanem akár hiszitek, akár nem, fölényesen vezet jelenleg 60%-kal. Azt mondom, hogy szombaton lesz a szavazásnak vége, tehát most ugye a felvétel napján... Ez most komoly? Ez most nagyon komoly. Úgyhogy az állás, a helyzet az komoly, maga az egész az nyilván nem. Tehát azért Magyarország 10 millió troll ország, azért tegyük hozzá. És nagyon sokan kaptak azon, hogy most van egy ilyen lehetőség, és... Most látom, hogy olyan kis picit olyan szerényen, így igen, messze, szégyenkezve adod elő ezt. Igen, akarom a nevi szerveimet, tessék. Tök jól nézel ki. Igen, hát az a stáb dolgozott rajtam, aki téged varázsol újra. Az a lényeg, mert álljunk akkor ebbe bele. Na. Van egy lista jóképű, valószínűleg a mai normák szerint tényleg szexi emberekről, meg van egy kakuktojás, akit úgy beraktak oda, hogy... Hát és ez vagyok én. Istenes Bence a kakuktojás. Nem, én vagyok a kakuktojás. De én nem tudom, hogy ez önbizalom hiánya, vagy egyszerűen nem tudjuk megfogalmazni azt, hogy mi a szexi. Miért ne lehetnél te szexi? Már elnézést. Mert a... Ugye, Sanyi, köszönöm szépen. Pedig az a lényeg, hogy a mai normák szerint nem ez a korpusz számít szexinek. Bocsánat, ezt majd elmesélem később. De várjál, ez egyáltalán nem biztos. Ez egyáltalán nem biztos, hiszen egy nő számára az a fontos, szerintem, hogy egy férfinak legyen jó humora, igen, stílusa. Legyen stílusa, pontosan. Némi intelligenciája, mondjuk ez a humor érzékel. Elég, ha leveszem a pólómat, de nem is az a többi, nyilván jól állsz anyagilag is, a többi meg nem számít. Igen, igen. Ezért nagyon érdekes ez a... Soha nem gondoltam, hogy a leggazdagabb közül. Ennyi. De amúgy igaza van az Esztinek szerintem. Most attól, mert valaki nem mondjuk vékony, attól lehet jó stílusa, vagy jó és abszolút humora, és megszépül. Tudom, Petről. Gyerekek, ez nem önbizalom hiány, tehát azért elmagyarázni a kéz nélküli embernek, hogy valaha majd egyszer isteni pingpong játékos leszel, azért ezt érezzük. Érezzük, hogy azért ez... Úgy hidd el nekem, engem mindig szerénységgel, álszerénységgel, meg önbizalom hiányjal vádolnak, de akkor lennék a legnagyobb kretén, ha én ezt most komolyan venném és beleállnék. A saját oldalamon is azt írtam ki. Tessék? Nincs. Mi hiányzik? Mire céloztál? Mit hiányzik? Mire gondolsz? Ja? Nem, hogy hiányzik, nekem több van mindenből, Peti, nem tudom észre. Van ez a régi vicc, amikor két barát találkozik, hogy a feleséged megőrizte azt a fiatalos alakját? Megőrizte, meg is duplázta. Két
két kommentet hadd idézzek Dombi vezetésével kapcsolatban. Volt itt egy hozzászólás, azt mondja, nyomtam egyet Dombira, legyen ez egy fricska a média által közvetített és elvárt ideáloknak. Ez az egyik. A másik egy nő, azt mondja, sokan poénnak veszik ezt, de nekem tényleg az a legszexibb egy férfiban, ha van humora és őszinte gesztusai vannak, nem játsza meg magát. Tehát én azt gondolom, hogy vannak valós értékek, miért ne lehetne ez egy szimpátia szavazás, ami egyébként nem feltétlenül testiségekre utal. Tehát én azt gondolom, szerintem a szexi kifejezés az pont egy testiséget felölelő dolog. Én tök szívesen elfogadnám, hogy mit tudom, a legkedvesebb, uram, bocsánat, lehet, hogy a legviccesebb, de ettől a szexitől azért óckodok, én soha életemben nem voltam szexi, én csak annyit akartam, hogy végre egyszer jól álljon rajtam egy póló, mai napig nem jött össze, de simán vezet. Simán vezetek, mert mindenki meglátta ebbe a poénfaktort. Az egy nagyon érdekes helyzet, ha én megnyerem az ország legszexibb férfi a szavazást, akkor másnap reggel két nap jön fel az égen, nem tudom, beszít a Fidesz, nem tudom, mi történhet. Olyan dolgok, ami soha többé. Tehát, de azért a diántól óra hadd menjünk már el. Amikor élesz valamit? Nem hiszem. Adsz valamit? Kupát vagy valamit? De egy kupát? Ja, egy Mihály, persze. Egy ilyen arany férfi torzót, én azt kívánom a polcodra. Saját magamat kijöntve. Vénusz Dorfi, Vénusz Fasziból. Nem, egyébként engem egész életemben, semmiféle munkásságom terén nem jelöltek se szakmai, se közönség, nem még trash díjra se. És az életem első díja a legszexibb férfi díj lenne. Szerintem ez őrület. Szerintem ez óriási. De amikor az díjnek, nem igazi. Ugye? Jó az szerintem. De egy kicsit beszélgessünk már a férfi hiúságról. Gondolom, hogy mindannyian valamilyen szinten azok vagyunk. Hát Dombi, te is mi. De hát te ez majd hozzászólsz, meg hozzá is szóltál, hogy mit tartasz te szexinek, amit köszönünk, amit hogy szóltál. hogy ugye mindenkinek van ilyen kedvenc fénykép póza. Hát, hogy Peti ugye egy folyamatos és állandó szelfiző, neki van ez a fölülről. Van, igen. Oda kell, meg kell állítani fölülről kicsit, odafigyelsz, mert látod magad, és megnyomod. De amikor elmentek egy fotós túliba, ami valamit kell, nem tudom, óriás plakát, vagy magazin fotózás, vagy ilyesmi, akkor mutassátok már meg, Peti, te legyél az első, aki megmutatja, hogy mi az a póz, amiben te szexinek gondolod magad. Hogy ha fölállnál, légy kedves, és... Neked megteszem. Tehát minél lazábban állsz, annál jobban nézek ki. Kicsit ez a profilom erősebb, mint a másik. Tehát akkor biztos, hogy valahogy így áll. Most nézz a lencsébe, nézek. És most szexi vagy. Egy laza variót kérünk rá. Oké, ez a fekvő. Amúgy tényleg jó. Jó, nem volt rossz. Nem volt rossz. Majd te Gyuri szavazhatsz, hogy melyik jön be, jó? Kabát Peti? Hát bocsi, hát, megmondom őszintén, hát, hogy én nem szoktam így beállni. Tehát ahogy esik, úgy puffan, hogy nem voltál beálló annak idején? Oda kell, hogy ez nem igen, volt szexi. Szóval áldja pluszba, igen. Hát jó. Úgy, mint hogyha... Adrira, hogy nézel szexin? Én nem tudom, én nem szoktam. Ki mit érez belülről? Ez inkább már megint paprikás krumpli nézés. Dombi? Nekem nincs jó pózom, mert nincs jó profilom. Nekem egyetlen trükköm van, ugye én jelentős tokával rendelkezem sajnos, amit különböző női magazinok időnként fel is dolgoznak. Kérek egy közelít magamról? Jó? Mutatom ott neked, figyelj. Én úgy hívom, én szovjet Photoshopnak hívom ezt. Élőben is alkalmazható. Kitolom a fejem. És ha nagyon szemből, de tényleg nagyon szemből veszel, látod? 10 év és 20 kiló mínusz. És te? Ja, nekem tényleg, mindig röhögnek a fotósok, hogy itt csinálom ezt a szúrós tekintetes, ilyen... Beszívod az arcodat, és az le. Igen. Az hú, de jó ötlet, azt miért nem csináltam eddig? Ezt a Stingnél láttam egyszer, hogy beszívta az arcát, és akkor mindig mondta a márka fotós, hogy azt a Stinges. És akkor próbálok ilyen, nem tudom, ilyen... Aha, tényleg. Ilyen szúrós tekintetet, és szóval valahogy így. Neked melyik volt a leg... Hú, gyerek, nagyon nehéz választani. Volt nem, a Gábor. De igen, nem, az van, szerintem a legprofibb a Peti a pózolásban. Uh-huh. Tényleg. Szerintem a Gábor. De ez a beszívás, ez annyira bejön, hogy... A beszívás, próbálj ki. Az nagyon jó, figyelj. De nagyon diszkréten, nagyon... De előre jött a de nem jó, nem jó. De egy olyan vagy, mint egy csuka. Jó, hát
azért óriási helyzeti előnyből indul a fényképezés terén. Hát gondolj vele, hogy az okmányirodában szerintem a Blikről vették le a vízgazolvány képét is. De a Peti zseniális volt. A Peti nagyon jó volt. Ő laza volt, vagány volt. Igen, menő. A okmányirodában voltam fényképezkedni igazolványképet, és nem volt főfény, be volt esve a szemem, és megkértem a nőt, hogy a telefonomat tartsa így nekem, és világos. Nem volt főfény az okmányirodában. Ugye ott van Dombi, említettem Nagy Ervint, Istenes Bencét, Fürdőzét, Szabó Győzőt. Ki az, aki utána úgy megnyalnád a szád, akire azt mondod, hogy ez szexi ez? Hát, igazából... Hát utánam kell is, mert izzadok. Próbáld újraindítani. A kedvet, ugyan már? Folytassuk a Huber sztorit. Ez ma került a kezünkbe, egy újabb poszt a Facebookon, Huber Feri. Ismered? Tehát így távolról. Távolról. Nos, itt hivatalos, idézem, jó? Hivatalos. Mivel teljesen szeretnék visszavonulni a média és a bulvár szerepléstől, ezért a jövőben, és most nagybetűkkel, csak nőnek, és csak olyan nőnek adok interjút, akivel tetszünk egymásnak, és lefekszik velem. És? Vannak hashtagek, mert folyamatosan zaklatva vagyok, én is kabbenítú. Na, ez egy érdekes kérdés, mert ugye itt lényegében nem, tehát először az a vezeti fel, hogy többet nem szeretlek a bulvár sajtóban, de azért ad egy esélyt, és ezzel egyből elmegy horgászni, ugye az újságírónők tavából. Ugye? De szép metafora volt. Köszönöm szépen. De mi a csali? Hát a csali az, amit ő belógat. Ja, belógatja. Így van. Tehát ő gyakorlatilag egy légy ott ért, egy élés, nem tudom, hogy fogalmazzak, ad interjút. Tehát ez egy barter történet. De ezt még komolyan gondolja amúgy? Ezt most el lehet nála dönteni, most őszintén. Én biztos vagyok benne, hogy igen. De most Peti, ez komolyan... És ráadásul le is védi magát, hiszen ugye ő megmondta, hogy csak annak ad interjút, aki hajlandó. Ez még benne van a pakliban, hogy ez egy nagyon okos fiú, és pontosan tudja, hogy ezek után senki nem akar vele interjút készíteni, mert azt fogják hinni, hogy majd lefekszik. Hát abszolút. Mert ha meg férfi és keresi meg, akkor azt hiszik, hogy... De férfivel nem fog akkor interjút csinálni? Hát férfivel nem, tehát csak nőnek és csak olyan nőnek. Nem azt mondod, hogy bárkivel lefekszik, az se baj, ha nő? Nem, csak nőnek és csak olyan nőnek. Sokan vagyunk, dobjuk már össze az elitásnak a havidíját ennek a fiatal embernek. Hogy... Nem hiszem, hogy párkeresési gondjai vannak. Nem. Itt ez tényleg egy baromi jó trükk, mert csinálnak tényleg egy megjelenik egy Huber interjú, végre valahára valamikor, aláírás, mit tudom én, kis piroska, és pontosan tudja ki, mindenki, hogy Huber megcsinált a kis piroskát. Pontosan. Igen, ez így van. Volt már olyan újságíró, aki interjút csinált veletek, aki vonzó is volt? Férfi? Vissza a műsorra, valami ilyesmi a bárgyú egyébként. Egyébként még mindig nem tudom, mit jelent bárgyú. Szerintem a végére meg lesz. Aki bombán néz, nem? Igen. Lassan reagál a dolgokkal. Igen, egy kedves dolog. Lassan reagál, picit értetlen dolgokkal kapcsolatban. Na, de szóval... Szereti átgondolni. Nem, szeretem átgondolni, hogy mielőtt én mondok. Szeret is válasz, hogy mindig van a keresztény. Szereti átgondolni, de egyből rávágta, hogy férfi. Volt neked olyan, hogy összejött egy újságíró nővel? Nem, de neked volt. Nekem volt, igen. Tényleg? Nekem volt, azt hiszem egyszer, de te honnan tudod? És meddig tartott a román? Nem mondom meg a nevét, de tudom. De és de az jó, de az jó csaj volt. De az egészen de más. De ismered is? De várj, egészen más, éjszaka a kocsmába jöttetek össze, nem pedig interjú kapcsán. Interjúval jöttetek interjú össze? Kapcsán, és aztán hújberezés lett a vége. De kapcsán... Nem. De várj, ezeket a kifejezéseket update-elni kell. Hújberezés, tehát a végén drogosan ordítottatok minden f***ságot a sajtónak. Muszáj frissíteni, hogy minus jelent. Igazából a hújberezés definíciója még nincsen pontosan kitalálva. Nem mondok már ilyeneket, mert az utcán meg fognak damuzni. Szóval neked nem volt. Na oké, beleállok egy sztoriba. Na halljuk. Nem én voltam. Ez holnap benne lesz a Népszabadságon. Úgy mondjad. Jó. Finoman. Volt egyszer egy Zambó Jimmy emlékgála, és a Zambó Jimmy emlékgálára a Színes Mai Lap, a Bors elődje, küldött egy újságíró nőt, akinek az volt a feladata, hogy beszámoljon erről a gáláról, interjút készítsen Chris Normannel,
velem én voltam a műsorvezető. És ezt követően mi összejöttünk egy rövid időre egymással. Úgy hívták őt, hogy Zsanett. Ja, tényleg. Én is. Ez még a rendőrkorszakodból volt? Kevesz a Sobertel. Na, tényleg, szóval... ez publikus is volt ez a történet, és hát azért, mit tudom én, igen, ő is ideig óráig volt csak újságíró. De a ti történetetek publikus nem volt? Nem publikus, nem. Az újságíró lányos szép. Jó, de hát attól függ, volt, hogy... Bezzeg a Zsanett. Az nem a Zsanett volt? Képzeljétek el, szigorítanák a jogosítványhoz jutás feltételeit, mert sok az agresszív és pszichésen alkalmatlan vezető az utakon, hát ezt nagyjából sejtjük, látjuk is. A renitens vezetők szabályokat áthágó agresszív vezetési stílusukkal a balesetek egyik legvalószínűbb okozói. Szakértők szerint a vezetők 10-15%-a tartozik ebbe a csoportba, tehát ezek az agresszív állatok gyakorlatilag az egész magyarországi autóvezető társadalom halmazból 10-15%-ot tesznek ki, ez hihetetlen nagy szám. És itt az okokra is adnak magyarázatot. Ebbe a kategóriába tartozók átlagon felüli járművek, átlag feletti vezetői képességük, társadalmi státuszuk, eleve agresszívebb habitusuk miatt úgy vélekednek, hogy nem érvényesek annyira rájuk a szabályok, mint másokra. Itt ugye arról szólt státusz, képzelt vezetési, tehát autóvezetési képesség és kocsifajta. Ez baromira befolyásolja, hogy milyen vagy az utcán. Hogy milyen kocsid van? Az is. Hát igen. Minél nagyobb, annál agresszívabb a vezető. Nem hiszem, szerintem. Hát, ez inkább habitus kérdése. Mondjuk egy Jeep-el mész, azért van egy tekintélyed, szerintem. Na, már itt kezdődik. Igen, tekintélyed? De az nem a te tekintélyed, az a jármű nagysága. De nézd meg a lazásokat, mennyire agresszívek. De Peti, érted, hogyha van egy ilyen nagyobb Jeep-ed, és avval mész az utakon, szerintem az azért... Tehát belenézek a tükörbe, és jön egy Jeep azért... Tehát nem mindegy, hogy milyen kocsi. De abszolút, teljesen igazad van. Én egyszer beleülhettem egy ilyen menőbb nagy Jeep-be. De tényleg, és Mr. akkor Jeep. Nem, hogy én vezethettem, ami eleve fura jobb volt. Jobb volt, nem? Hát először nagyon féltem, de utána, amikor így ráéreztem, akkor kicsit azt éreztem, hogy menő vagyok. Ugye? Menő. De mintha az enyém lett volna, és képzeld, ha még az enyém is lett volna, akkor menő? Már... Akkor már, de itt már bejön ez a pszichológiai faktor. Mindenkinek van jogsága, neked friss. Viszonylag igen, négy friss. Ne, hát 4 éve. Ja, nem is annyira friss. Tehát az ilyen frissnek számít, 36 évesen. Gondolj bele, hogy beültem az ilyen baseball sapkás 16 éves gyerekek közé. Bementem, rögtön mondta az oktató, hogy mindjárt, még 5 perc is viheti a gyereket. És olyan szar volt elmondani, hogy én jöttem. De ez tényleg így volt. Ezzel beszéljük meg azt, hogy szerintetek ki hogy vezet? Tehát mit tudom én... Egymásról? Egymásról, igen. Szerintem a Peti az nem agresszív vezető. Uh-huh. Én szerintem. Én mást hallottam, igen. Igen? Agresszív vagy? Én nem tudom. Nem tudom, a kinézetén... Szerintem mi... nem vagyok agresszív. Nem agresszív. Oké. Okay. Szabálybetartó, szabályt követő... Hát néha mondjuk kicsit szabálytalankodik, de úgy nagyjából szerintem betartja. Aha. Peti milyen szerinted? Beszélsz. Kabát Peti. Hát nyomja ja. neki. Én tudom, tapasztalatban, mert ültem már mögötte. Hamar leértünk nyíre, igen. Elég hamar lent voltunk. Igen, Kabát Peti is úgy gondolom, hogy ő amúgy nem bunkó, nem. De a pályán tolja. Én ezt gondolom róla. Igen, nem tartott be a 130-at. Picit féltem. Nem, mert soha nem, mindig elkésnék, Peti. Előbe kell indulni. Hát de nem bírok, mindig utolsó. Oké, okay, Dombi. Dombi hát kicsit nagyon. Határozatlan de még, de csak azért, mert 4 éve vagyok, fia. Szerintem azóta 300 ezer kilométer van mögöttem. Nagyon valaki egész életében nem megy annyit. Nagyon ügyes vagy. 300 ezeret mentél? 3 kocsival, igen. Nem egyszerre. Nem egyszerre. De hát ez nem kevés. Hát nem. Szerintem a Dombi betartja a szabályokat. Szerintem beköti magát, beül, odafigyel. De ez tök jó. Én kell a vezetéses szemüveg, felrakja. Te bekötöd magad, Peti? Be. Mi? Tehát nem! Közd be magad, Peti, legalább a szelfire! Hosszú milyen dumás. Lehet az Eszti? Eszti egy vagány csaj, jó, nagy dumás, minden. Szerintem milyen Eszti? Lehet a volán mögött? Szerintem Eszti nem. Szerintem betartja. Szerintem is. Biztos aranyosan, kedvesen. Igen. Annyi, hogy amikor hosszú a sor mondjuk a hídfelhajtónál, akkor előre megy a legelején, és így rámosolyog az első ember, hogy na, léci. De volt már ilyen egy na, ugye, szexizem. Egyébként itt végighallgatva egymást, egy picit úgy gondolom, hogy ebbe a 10-15%-ban leginkább a Peti illik bele.
mert ugye... Én? Mármint, miben? Hát igen, mert neked van menőkocsid. Így van. Te szoktál furcsa helyeken parkolni. De és... hagyjatok már ezzel, én 10 éve parkoltam furcsa, én azóta direkt nem de állok. De még kamatozik. Na, nem. De most betartasz minden szabályt, ugye? Nem, gyorshajtásért büntettek már meg. Jó, ezt akarom tőled kérdezni, hogy tényleg baromi jó autód van, baromi jó kapcsolatrendszered van. Tehát neked olyan ismerőseid vannak olyan magaslatokban, hogy ihaj, és ugye nem esik nagyon nehezedre kifizetni egy-egy büntetést téged. Mi tart vissza, hogy ne hágjál át minden szabályt? Egy, és soha nem kérnék szívességet azért, hogyha elkövetek. Tehát amikor rokkant helyen parkoltam, akkor az egyik újságírója feljelentett. És be kellett mennem a rendőrségre, és mondtam, hogy igen, elismerem. És mondta, nem tudom, hogy tagadjam le, de mondtam, nem tagadom le, én voltam, kifizettem, meg is büntettek, nem tudom, 60 000 forintra. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha valaki elköveti, akkor álljon bele, fizesse ki, nincs ezzel gond, én azt gondolom, hogyha valaki elkövet egy közlekedési szabálysértést, fizesse ki. De már nem áll. Szerintem ez a Zsanett volt. De ez tényleg, ebben van egy kis morális rész is, hogy ha te nem szándékos szabályszegéssel, és ténylegesen mondjuk nincs hely máshol, mert azért minden tele van, megállsz, van ott neked dolgod, vagy azon, vagy a busz megállóban, vagy a megállni tilos táblánál, vagy akár az útes közepén a legjobb. Az nem, nyilván, ahol nem akadályozol senkit. Engem is most feljelentettek, mert egy éjszakai busz megállóban álltam egy órán keresztül. De mit csináltál ott? Mit csináltál? Mit rúgott volt neked egy éjszakai busz megállóban? Jogos a kérdés, volt vele munka és megérte. Szóval az a lényeg, hogy ez a lakásom előtt van, ahol nincs tehát betelt a hivatalos, mindig be van telve a hivatalos parkoló, és egy órára volt dolgom a lakásba, felszaladtam, és visszafele már rendőrök vártak. És én ezt bekalkuláltam, 10 000 forintos büntetés, ez van. Tehát vannak esetek, amikor fizikailag nem tudod azt a szart hova tenni, és akkor lerakod. Én tényleg azt gondolom, hogy ha nem tartasz fel senkit, tilosban parkolsz, ki kell fizetni, ez nem akkora vétség, mint hogyha ittasan vezetsz, tehát nem veszélyezted senkit. Nyilván, hogyha piásan vezetsz, az gáz, akkor balesetet okozhatsz. Azt nem büntetem. Én általában azt tudtam elmondani, amikor ilyen telefonos parkolás van, és véletlenül rossz rendszámot írok be. Nem kódot, hanem a férjem kocsijának a rendszámát. Csodálkozom, hogy ott van a csomag. Nekem írt múltkor a haverom, hogy mi a francia küldted el ma nekem 3-szor a rendszámot. Akkor esetleg, hogy egyetütöttem. Egyébként ebbe a jogsi reform csomagban még az is beletartozik, hogy megfontolóra veszik, hogy a biciklisek is valamilyen jogosítványt tegyenek le. Nagyon végülis, helyes. Na, ezt akarom a véleményeket. Egy 4 éves gyerek, aki már tud biciklizni, tegyen le jogosítványt. Hát egy 4 éves gyerek, hogy mindig a gyerek nem menjek el az utcára, az úttestre, a forgalomba biciklizni szerintem nem menjek. Jó, de akkor korlátozni fogják, hogy főútvonalon kell, mellékútvonalon nem? Vagy hogy lesz? Tehát akkor te azt mondod, hogy a bicikliseknek ne legyen jogosítvány? Csak azért mondom, mert egyenrangú résztvevői. Ha főútvonalon közlekednek, akkor igen, de nem lehet egy gyereket arra kényszeríteni. Az én gyerekeim imádnak Tükörhegyen biciklizni. Igen, most azért akkor tiltsuk meg. Rákóczi útra nem küldenéd ki bringázni. De nem megy ki a főútra. De akkor ezt kellene szabályozni. Tehát nem megy ki a főútra. Jó, egyébként most nyilvánvalóan felnőttekre gondolnak. Tehát ha belegondoltok, egyenrangú résztvevője a forgalomnak, gyakorlatilag olyan játékrendszerben játszanak velünk, akiknek valamilyen vizsgát le kellett tennünk ezzel kapcsolatban, csak nekik nem. Igen. És rendszámuk sincs, kötelező biztosítást sem fizetnek, mert ugye azért kárt ők is szerintem tudnak okozni. Ti hogy látjátok? Ez olyan nehéz, mert amúgy is egymásnak van feszülve itt mindenki. Tehát itt nem nagyon van kölcsönös megértés. Én is az élni és élni hagyni elvet vallom, tehát ő biciklivel akar közlekedni, menjen, figyeljen az észszerűség határain belül, de például Budapesten a Nagykörúton, ahol nincs biciklisáv, ahol nincs helye fizikailag a biciklisnek, mert nincs. A külső forgalmi sávba közlekedik. Hogy neki is mérlegelni kellene ezt, hogy neki ez poén, tehát hogy megéri, hogy egyrészt kapja a smogot, folyamatos életveszélyben van az élete. Nagyon kevés olyan biciklis van, és ez tényleg tisztelt a kivételnek, és elnézés minden felelősség tudattal közlekedő biciklistől, aki ezt így komolyan venné. Szinte mindenki úgy van vele, hogy figyeljen rám az autós, ő van a nagyobb, erősebb eszközzel. Általában ez az attitűd. Igen, én nem láttam még irányjelzést, meg ilyesmit semmit. A Dombinak igaza van, hogy először azt kellene megoldani, hogy legyen erre fizikai tér. Tehát, hogy a biciklis valóban tudjon biciklizni. Legtöbb valójában ez a nagyvárosokban jelent veszély, tehát Jászkarajenőn vagy Diósdon a biciklisnek. Nálunk van bicikliút.
Egyébként. De Pesten viszont a városban hát ott nincsen. Életveszély. Én egyszer motoros. Megpróbáltam, és sírva szálltam le a bicikliről. Én imádok biciklizni, szeretek, ahol lehet, de ha lenne, nincs sajnos gyerekem, de én kajakra azt mondanám neki, hogy Budapesten ne biciklizz. Igen, amíg ez nincs megoldva. De sehol már, sehol itt. Ez megtelt, itt annyi autó van, hogy hihetetlen, hogyha a Transformers egyszer igazzá válik, és ennek az autók valójában van mi robotok, hát akkor rábattunk. Nagyon kivette a biztosítékot a Malomvölgyi Szeretett Otthon ápolói, akik poénból szexet imitáltak egy magatehetetlen idős nő ágya mellett. Nyilván láttátok, mindannyian körbejárta ugye az egész magyar sajtót ez a kép. Nagyon kíváncsi leszek a véleményetekre. Jövünk vissza mindjárt a reklám után egy pár perc múlva. Folytatjuk a hashtag bocskort. Itt van Valtó Eszti, Kabás Peti, Hajdú Peti és Dombóvári István. Dombi! Egy országot irritáló, egy országot felháborító téma következik. Pár óra alatt bejárta a közösségi oldalakat az a kép, amelyen a Malomvölgyi Szeretett Otthon ápolói poénból szexet imitálnak egy magatehetetlen idős nő ágya fölött. A képeket az egyik ápoló tette közzé, és hát ugye óriási felháborodást keltett, a dolgozókat elbocsátották, nyilván ők bocsánatot kértek, a család viszont perel. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egy első gondolatom azok, láttam a fényképet, ezek fel voltak öltözve, ezek az ápolók, hogy most oké, nem méltó, méltóságában igenis bántja ezt a hölgyet, de olyan nagyon-nagyon nem történt ott, nem tudom, gusztustalanság. Ti hogy láttátok ezt? Nyilván durvább lenne, hogyha mesztelenül csinálnák, de... Nagyon undorító. De szerintük vicces? Igen, ez egy érdekes kérdés. Szerintem hát, ez a legnagyobb probléma, hogy nem vicces. Mert, igen. De igen. Ez hogy lenne vicces? És nem látom a koncepciót a képben. Meg, miért gondolják ezek a barmok, hogy vicces, amit meg, nem is meg értem akinek, az embereket. Egy beteg ember. Nem is értem. Akinek ennyire alacsony, vagy nincsen érzelmi intelligenciája, az miért megy el ápolónak? Tehát miért? Véleményem szerint a hozzátartozókat első körben nem is ez a nyomorult közjáték zavarta, hanem az, hogy az ő hozzátartozójuk ott feküdt kitakaratlan arccal. Igen, és ha csak ezt feltették volna, ez is probléma lett volna. Az is probléma lett volna, és ez egy megalázó helyzet. Igen. Mindenképpen csak annak a pszichológiáját próbálom itt valahogy megfejteni, hogy ugye ez azért felháborító, mert ez az ember ez egyrészt magatehetetlen, nem volt semmilyen módja, eszköze, hogy közbe szóljon, rájuk szóljon, mert gondolom, hogy olyan egészségű. Passzív résztvevője ennek a poénnak. Gondolom, hogy nem kérdezték meg tőle, hogy akkor Marika néni csinálhatunk egy ilyen vicces képen. Mi a vicces ebben? De mi? Azt hiszik, hogy ez saját magukat szórakoztatták. Nem, ez így van, magukat szórakoztatták, voltak a hülyék, hogy kitették a Facebookra. Biztos volt, aki ezen röhögött. Tehát biztos, hogy volt olyan ízlés. Elég, mert egy hülye van mindenhol egyébként. De ugye itt arról van szó, hogy röhögünk valakin, aki ebben a dologban résztvevő, de nem tud róla, vagy nem tud ellene tenni. És most akarok egy rövid párhuzamot itt felvázolni, például a kandi kamerás esetek, ahol ugye van egy áldozat, mert itt ez a hölgy is egy áldozat, van egy áldozat, és mások rajta röhögnek, az ő kárán röhögnek, mégsem vagyunk annyira felháborodva, vagy például építőtáborban elalszik valaki, a lába ujja közé meggyújtunk egy újságpapírt, vagy belekenjük fogkrémmel, vagy részek haverunkat a parti után kifestjük fitzasabban. Ezt akarom kérdezni tőled, hogy miben más ez? Azt, hogy utána el tudod küldeni őket, meleg a békhajlatra például. Egy beteg öreg néni kórházba, és nem egy 20 éves kollegista srácol, aki éppen mondjuk náthásan fekszik. Tehát, hogy ez... Tehát akkor a kor? Nagyon nehéz ezt a határt meghúzni, mert most őszintén attól, hogy egészséges az a fiatal gyerek az építőtáborban, attól az még ugyanolyan bunkóság felgyújtani a lábát. Tehát lehet, hogy mi egy baromi jót röhögünk, de neki harmadfokú égés és érlései lesznek. Kamerát... Csak pozitívan. Igen. Abszolút. Jó, de az is elképzelhető, hogy jobb lesz utána a talpa, mint előtte volt. De azért lássuk, hogy kisebb. De mondok egy példát. De vonjunk már a kandi kamera között párhuzamot. Azért azt sose felejtsük el. Amennyiben ezek igazi felvételek voltak, azok az őskandis tudszok, amiket mindig bejátszottak. Igen. Hogy ott mindig addig látjuk a képet, amíg a mennyasszony pofára esik, azon jót lehet röhögni, azt már amikor ömlik a vér az arc üregéből, azt már sose. Tehát ezt lehetett szerkeszteni, ügyesen dekázni. A közösségi média az más, kirakunk valamit valahova, önálló életre kell. Nézzük meg ennek az egésznek a metódusát. Ajaj. Valószínűleg ez egy magánszemély, aki kirakta a hölgy.
Zavarnak az ilyen komoly témák? Szóval jogi esetek. Nem, csak a... Igen, ezt ilyen... Jogi esetek. Szeretem. Jogi esetek. Tök érdekes, amit a Dombi mond. Tehát, hogy azt is végig kéne gondolni, amikor eszünkbe jut egy kretén elvetélt ötlet, mert az ötlet önmagában nem bűn, hogy Banyek, ne csináld már, mert egyrészt, ha nincs meg a saját agyad hozzá, hogy egy haldokló, vagy lehet, hogy nem is haldokló, csak nagyon beteg a hölgy, kitesszük őt egy ilyen kretén képnek, hogy mi mindenhogy szívni fogunk vele, mert ebből főleg nézzük most az érzékenységünket, amennyire szerintem mindenki érzékeny, és mindenre rá vagyunk feszülve, hogy ebből oltári nagy balhé lesz, a munkádat el fogod veszíteni, a hiteledet el fogod veszíteni, és elég gyanús, hogy meghurcolnak. Egyáltalán ez nem számít ugyebár bűncselekménynek. Tehát szerintem... Mi ez? Szabálysértés? Nem tudom. Ezt túlmagyarázzuk, ez iszonyatosan nagy paraszt, igen. Aki poénkodik, egy haldokló ez öreg lényeges felett. Ezt nem gondoltak így végig, nem túl, most nem túlmagyarázás ez. Beszélgetni kell mindenről, mert hogyha valaki nem mondja ezeket ki, akkor nem érti meg. Lehet, hogy a hülye gyerek otthon, ő is megnézte aznap a képet. Nézd már, kirakta két betegápoló, hogy egy öreg néni mellett hogy csináljunk már mi is ilyet a saját kórházunkban. De egy kórházban beteg embernél ilyet nem szabad csinálni. Az, hogy vannak a kandikamerák és vannak a vicces jelenetek, és megszivatom mondjuk a haveromat, az teljesen más mondjuk, mint csak én a kandikamerát sem találom egyébként viccesnek, tehát annak idején voltak vannak viccesek. A lényeg az, hogy ez megtörtént, ezzel már nem lehet mit csinálni, muszáj belőle tanulni. Tehát én a nevelés híve vagyok. Tehát okay. ne egyből kreténezzünk le mindenkit, hanem mutassuk meg ennek a történetnek a révén, hogy ilyet ne csinálj. Igen, de vannak erkölcsi normák. Azt gondolom, hogy egy normális ember ezek szerint él. Ez túl van rajta. Igen. Tehát, hogy... Túl van rajta, de a Dombi azt mondta, hogy és egyébként ez milyen jogi kategória. Itt ugye a család kártérítés igényel. Ezt valahogy lehet, nyilván nem történt bűncselek. Nem. Ez etikai vétség szerintem. Személyiségi jogokat személyiségi megsértése, szerintem. Mert nem volt, de tegyük hozzá, az meg milyen álságos? Nem, emberi méltóság sérelme az biztosan megáll. De képzeld, a te családtagoddal ilyet csinálnak. Ez megint egy rohadt apróbetűs szemét joghézag. Ha a néni arcát kipixelezték volna, akkor technikailag ez rendben lenne, de amúgy mégsem, ugyanez történt. Tehát ne bújjunk már el a paragrafusok mögé, hanem én azt mondom, hogy azt mondtad, hogy túlmagyarázom. Én meg azt mondom, hogy beszéljünk róla, hogy lássa mindenki, hogy ilyet ne csináljon, mert kretén. Ne induljunk már ki abból, hogy mindenki alapból tudja. De Dombi, de ezt nem kell elmagyarázni, hát ránézünk, és hányengedünk. El kell magyarázni, Peti, hiszen csinálta valaki méghozzá egészségügyi dolgozók. Tehát el kell magyarázni, és azért mondom, én azért dobtam be ezt a témát, hogy mindenképpen beszéljünk, hogy nyilván egy ország látta, hogy megértsük ebben, hogy mi a baj. Nem magyarázni, ez nem jó szó, beszélgetni kell. Az az ember, komolyan, te a 10 parancsolatból tudod, hogy nem szabad megölni valaki mást? Nem, magadtól tudod. De mi nem vagyunk egyformák. Szerintem, hogy a legfontosabb az, hogy legalább pont ilyen ne történjen meg még egyszer. Kiszolgáltatott beteg emberekkel nem lehet ezt. Ez csak simán emberi jó érzés. Az más lett volna, hogyha ott alszik a fiatal kollégájuk, éppen munkaidőben elaludt, és ott felettek csinálják, az igen, más. Az vicces, de egy kiszolgáltatott idős nőről. Ráadásul a helyszín, az egészségügyi kórházban. Intézmények, ezek, tehát oda mi betegen megyünk, nem? Tőlük segítségre, szeretetre, gondoskodásra számítunk, és semmiképpen nem arra, hogy dugást imitáljanak az ágyunk mellett, amit kirakjanak röhögni, lájkot gyűjteni. Abszolút egyetértek. Nagyon érdekes téma következik Japánból, nem tudom, tudjátok-e, hogy Japánban évszázadok óta úgy tartják, törvénybe is foglalták, hogy a családi vagyonokat csakis férfi utódok örökölhetik. És igazságtalanság. Igen, igazságtalanság, és ezért alakult ki az a szokás, és ezt a szokást a mai napig tartják, hogy mondjuk komoly családi vagyonok esetében örökbe fogadnak inkább egy fiút, hogyha csak lánygyermek született, és akkor a fiú örökli a családi vagyont. Így történt ez egyébként a Toyota és a Suzuki családi... De hány éves gyereket fogadnak örökbe? 20, vagy hány éveset? Felnőtteket. Igen, jól mondja a Peti. Hát mi 18 fölött fogadnak örökbe, gondolom, nem? De na, mi értelme van, hogy egy férfit fogadnak? Miért nem, akkor már... De az már nyilván... nem is örökbefogadás, nem? Hát igen. Hát nyilván ez egy konzervatív Akkor miért nem fogadnak? Hát rájöttek arra, hogy nincsen fiúgyermekük. Akkor igen. Miért nem fogadnak egy gyereket? Kicsit. Egy fiúgyereket örökbe, akit felnevelnek. Igen. Mert nem akarnak felnevelni még egy fiúgyereket, elég nekik az a lány, szeretik a lányokat, stb. Hát ugye ez a japán tradíció, és... Vagy olyan életkorú férfit választ, aki már nem megy rá az asszonyra.
Majd... technikailag lehetséges. De az a baj, hogy szerintem ez óriási bukta lehet, hiszen mondjuk ő kiszemel magának egy 30 éves pasit, akiről úgy gondolja, hogy ő majd jól átveszi az egész céget, meg és akkor ő megígér mindent, hogy így felvirágoztatja, ilyen klassz lesz, olyan klassz lesz, ráírja a nevére, szépen eladja, és vagy eltapsolja. És én sem tudnám elviselni, hogyha Bernie Ecclestone örökbe fogadna, és rám hagyna minden. Gondolj bele, a Japánban holnap felütik az újságot. Nézd, Magyarország legszexibb férfia, fogadjuk őt! Mindegy, nem szeretem a rizs, de szakét azt tudok inni bármennyit. Egyébként csak, hogy megnyugtassalak, általában a cég vezetésből választanak ki valakit. Na a cég hát tulajdonosok, mert akik már értenek a bizniszhez, meg minden, és azokat fogadják örökbe, a nyilván le van papírozva az, hogy ő azt aztán nem viheti el. És inkább egy idegen csávóra hagyja, mint hogy a lányára? Igen. Ez itt már elhangzott Bernie Ecclestone neve. Ki az, akit szeretnél, ha örökbe fogadna téged? Hogy engem valaki? Igen. Menjünk már arra, addig kigondolom, addig kigondolom. Vettélek időket, ez még. Hozok egy forrasztot addig, nézd. De engem nem fogadnának örökbe. Miért ne fogadnának hát örökbe? Hát mert nő de vagyok. De ha most ez lenne hogy vonatkoztassunk el végül vonatkoztassunk is. Vonatkoztassunk el, engem nem kérdezik, hogy a Bernie Ecclestone? Ha nem akar, akkor nekem jó Bill Gates is. Jó, a magyarok közül van valaki, aki tehát szerényen? Huiber. Akkor minden nap huiberezni kéne. Súgok. Ki? Jó, tényleg, kösz. Ki? Hát az Andy bácsi. Andy bácsi? Igen. Örökbe fogadnak? Tehát, hogy abban a családban... Hát figyelj, de én másfajta megítélésben lennék, hiszen én csak átvenném a bizniszt. Ja, akkor fordítsuk meg. Peti, mi kéne ahhoz, hogy te örökbe fogadjál valakit, aki tovább viszi a Hajdú Frisbee Empire-t? Ez azért birodalom, de szép. Azért okafogyott, mert van egy fiam. Ennyi. Oké. Okay. Te a fiadat már készíted arra, hogy átvegye az örökségedet? Nem. De nem úgy tudom, hogy nem tudom, hogy az ember a gyerekének mindig jobbat akar, mint magának. Tehát most mi lesz? Nehéz lesz. Egyébként tehát hogyha a gyerekeim tévézni szeretnének, abban fogok segíteni, az éttermet akarják továbbvinni, akkor azt, hogyha az egészségközpontot, azt a több lábon állok, fogok tudni nekik segíteni. De hogyha én azt mondtam egyébként, hogy egy dologhoz ragaszkodom, hogy legyen diplomájuk, utána azt csinálnak, amit akarnak. Ha. Kedves. Ez olyan, mint az érettségi, nem, Peti? Hát érettségi, jó, ha vagy jogsi, ez minimum. Jó, ha van. Jó, ha van. Vagy. Ez a rendszer, nem, alaprendszer követelmény. Peti, tegyük fel, örökbe fogadnának, és tiéd lehetne... Egy foci csapat. Elmondom. A Fradi Birodalom. Az összes franchise-al, tehát pólóárusítás, tiéd lenne a Groupama Arena, az összes bevétel, diszponálhatnál a játékosok között, de be kell bizonyítanod azt, hogy te egy elkötelezett fradista meg vagy. Be kell lépni a pártba. Mi? Micsoda? Nem vállalnád el azért, mert az Újpestben focisztál. Hát figyelj, eleve már, amit én kapnék. Hát igen, de kérdés, hogy megérjen. Hát mondjuk, hát figyelj. Jó, te olvasod a kommenteket. Dehogy olvasom a kommenteket, nem az arra gondolok, hanem maga a... Tehát az emberek, akik mondjuk eddig mellettem álltak, vagy mögöttem, akik szerettek, azok biztos, hogy megutálnának. Tehát, biztos. Tehát én de miért? Hát mert egy Újpest... Tess, nem tök, lehet, de, nem de, mehet a Fradi stadion közelébe. Álljon már meg, hogyha... Nem magyar. Inkább bocsi, egy ilyen arab, dubai foci tudom, csapat. Hogy neked... De még mindig a foci vonal? De a foci vonal. Azok ott fúrnak rá, hogy olajat, de várjál, te így megtudod, hogy megutálnak a fradisták, hogyha a Fradiét azt mondod, én fradista vagyok, tök mindegy. Ezt most komolyan azt mondod? Igen. Hogy egy ezt arab, komolyan mondod? Én esküszöm, nem tudtam. De már nem kérdezted. De gyerekkorom szeretnéd azt kérni, hogy a Hajdú Petinél legyen többet, ha te itt vagy a műsorban? Én szeretném azt kérni! De a Fradi helyett inkább egy dubai csapatot választanál? Hogy rám bízzák a dubai csapatot? És mi jön ezek után? Nem hát vagy te magyarra? Mi jön most, Peti? Hát legalább hűséges, lojális ahhoz, ahonnan bízzák jön. Bízzák rám az Újpestet, vagy egy dubai csapatot? Te fradista van vagy? Egy kis kapu. Én nem vagyok fradista, én Bayern Münchenes vagyok. Ott vagy az összes Fradi meccsen. Hát nem az összesen, elmegyek, mert szeretem nézni. Újpest meccseken is a stadion. Azt is szereted nézni, nem? Mit szeretem Újpest meccseken is azért látható. Nem, én szeretem a Groupama Arénát. Nekem... Várjunk már, nekem nincs bajom a Groupama Arénával. Ez egy olyan, tiéd lenne, olyan Peti. Stadion, hogy Európa szinten ott van a top kategóriában. Igen, tehát bemész abba a stadionba, most komolyan most...
Én voltam ott egy rendezvényen, tombolát húztam egy cégnek egyébként. De nekem is megvolt a saját nekem. Az a stadion válogatott meccseken meg volt Fradi Újpest, én voltam többször. Tehát tényleg abban a stadionban jó játszani, játszottam, hála Istennek, még megadatott. De az, hogy én átvenném a Ferencváros, mint Kabát Péter, szerintem az nem nézne nagyon jól ki. De nem nézne jól ki, de tisztában, hogy ez milyen anyagiakkal jár, milyen státusszal jár, stb. Tehát, hogy ezt, azt a fajta hűséget, lojalitást, ami benned van az Újpest iránt, meg a régi barátaid iránt, ezt nem dobnád el azért, nem, hogy ezt megkap. Nem, semmiképp sem maradnék azon a fronton. Nagyon király. Én vállalom. Most a konklúziót szeretném mondani, tehát te gyűlölöd a fradistákat. Nem. Rosszul látod. Inkább az arabok, mint a fradisták. Nem, ez egy nagyon rossz szó erre. Címlapokban fogalmazom. Figyelj! Én már látom ez a szavar! Nem fogod elvinni, ki gyűlöl Kabát Péter. De inkább Ali Hamrouni, mint én. Hát most ezen még gondolkoznom kell, de így hogy gyűlölöm, erről szó sincs, én tisztelem a Fradit. A Peti nem érti ezt, a Peti ilyen szalondrukker. De menjetek tehát, már, hogy érteném, de hogyha a Fraditól kapott volna egy ajánlatot. Most például a Neymar valószínűleg a Real Madridhoz fog menni, a Paris Saint-Germain-tel, előtt a Barcelonában volt, de megcsinálja ezt a kört. És akkor ne fogadj el, azért mert fizetnek érte. De Peti, ez... Valakinek a... problémát jelent az ide-oda átigazolás. Nekem nagyon fontos ez, tehát... Nekem ez mindig is fontos volt, ez most tehát, nem... hogyha Fraditól kaptál volna egy baromi jó ajánlatot, nem mész el. Én kaptam ajánlatot, amikor fociztam. És nem mentél hogy el? Mentem volna, Peti? Jó van, most már ne veszek egyet. Nem veszekszünk, beszélgetünk. Komolyan mondom, abszolút tisztelem a Kabát Petit ezért. Ja, én amikor is. Bármelyik csapatnak drukkolnék. Ez a pillanat. Dondi! Hát, ki fogadjon örökbe téged? Gondolkoztam Soros Györgyön, de... Azzal nem csak nagyon sok probléma szakadna a nyakamba, hanem ha lehet hinni a propagandának egy teljes földrész is. Váci Szilmát, még ezt szeretném veletek megbeszélni. Egyre többen keresnek az interneten megoldást egészségügyi panaszaikra. A 18 és 39 év közöttiek, mint egy fele az online térhez, tehát az internethez fordul, míg az idősebbek inkább az orvosokhoz. Tehát itt nagyon egyszerű a kérdés, az orvosok egyébként azt mondják, hogy ez nagyon káros, ez nagyon nem jó, hogyha te valamilyen panaszod van, és egyből az interneten keresed, és akkor arra... Én rögtön kikezelem magam. Na, erre kíváncsi, tényleg mit teszel, valami furcsát észlelsz magadon? Attól függ, mit? Igen, miről beszélünk. Nem tudom, mit van most. Hogy mi a diszket van. Arról nem beszélhetek, de egyébként... Na, azt mondja a Kabát Peti, ha viszket. Ha viszket valami, akkor nézed. Azonnal megnézed, nem? Mit a neten? De nem, mit ütöm be, hogy viszket? Nézzétek meg, mi jön le arra, hogy viszket valami? Egy ilyen, szerintem belső pattanás, de nem jutott az eszembe a neve. Itt, beírtam, hogy arcdudor. Így megnyomtam enter. Na, és akkor olyan gusztustalan dolgokat hozott ki rá, hogy akkor mondtam, hogy egyszer beírtam, hogy szexi vörös, és kijött a Gyurcsány képe. Azt hittem, hogy te. Nem vagy vörös, meg szexi. Peti, te azért... Valljuk be, tényleg egy hipohonder vagy. Tehát nem állandóan valami betegség van rajta, te orvosokkal folyamatosan konzultálsz. Mi van egyébként az újaddal, ami nem az első adások egyikén? Egyrészt 40 fölött ez már, elmúltam 40 éves, és ez már kevésbé van így, mert annyi mindent tudok már az orvostudományról, hogy gyakorlatilag diagnosztizálok már a családban is. Péter. Az ujjamat mutatom. Tehát lehet, hogy meg kell műteni. Voltam új ultrahangon. Mert már nem is volt jó. Új ultrahangon, csak ennyire hajlik. Új ultrahangon voltam, és most megyek majd Béres doktorhoz, és kiderül, hogy meg kell műteni. De miért vártál ennyit? Tehát ez most már tényleg egy régi nyugtasson történet. Nyugtasson meg, hogy nem sok olyan élethelyzet, hogy így kell tartani az ujjadat. Hagyj mondjam el. Részlegesen elszakadt az ujjam oldalsó inszalag. És 5 mm-es szakadás van ebben az inszallagban, és azt mondják, hogy a regenerálódási idő az fél év, az még nem telt le.
De az teljesen elszakadt benne? Vagy nem részlegesen. Akkor az nem szakadt el. Részlegesen. Hát megnyúlt. Na de erre felhúztál egy egészségközpontot, tényleg? Dombi, te valamilyen kereső szóval azért először... Csináltam olyat régen, nagyon-nagyon veszélyes rákereső saját betegségeidre, mert ugye ezek ilyen kapcsolt találatok. De meg minek a kankó? Vagy minek el? Nem, hát az már a diagnózis, tehát pontosan, tehát nem tudom, éget, csíp, fáj. Az a durva ebben az egész, tehát menjünk bele tényleg a, lehet, azt mondod, túlmagyarázom. Tifuszba. Technikailag. Tifuszba. Na most beütött, tifusz. Nekem nem az a tifuszom. Az a legkisebb problémát beírod, és a végén kiderül, igen, hogy öt igen. nap múlva vége. Kapcsolt, ja. Tehát kapcsolt hirdetések vannak, előfordul, hogy bármit beírsz, ugyanarra fut ki. Előfordul az, hogy beírod, hogy mit tudom, 3 hete vagyok náthás, és 2-3 kereszt klikk után az jön, hogy neked már reszeltek. És az el tudja vinni. Ja. És a legvégén ugyanúgy, igen, teljesen mindegy, hogy a tüdőt fáj, vagy véreset köksz, ugyanaz jön, hogy potencia növelőt azért vegyél. Igen. Mert attól még a működhet, hogy te már nem biztos, hogy ezt megéred. Erre jön ki a legjobb, ezért nagyon beszélsz, hogy internetet jön. Olyan volt már, hogy rákerestetek valamire, és megnyugtatott az internet, és nem mentetek el orvoshoz. Á. Tehát internet mindig, de aztán orvos. Internet nem nyugtat meg, tehát nincs olyan kimenetele az szerintem. Az, hogy olyan könnyen beszél, orvos a felesége, vagy az... Ó, ne van, nekem volt egy borzalmas történetem. A WC-s? Nejed volt a WC-s, orvos? Te tudod? Aha. Mi történt? Micsoda? Felfáztál a WC-t? Nem, nekem volt egy olyan... Rosszul kötötték be a WC-t, vagy mi? Azt az Andival szeretetem, nem. Tehát láttam valamit, hogy hívják ezt az idegen szót? Széklet. Nem, idegen szó. Ezt akartam elkerülni. Széklet, legyen széklet. Fekália. Bélsár. Excrementum, ezt a szót kerestem. De az micsoda? De szépen az a hamasztás, hát az mi? Excrementum. Excrementum. Az a szar. Kakika. Gyerekek, ma is tanultam valamit. Az excrementum az a szar. A lényeg az, hogy a... Miért az akkor mondjad, hogy... Vagy már ma excrementumod? Tehát ma reggel már egyszer excrementultam. Nagyon kell vigyázni az excrementumban. Lehet egy magyar szuperhős. Olyan neve van. Excrementum. A lefolyóba is tovább. De te tudsz, hogy ez az? Hogy ez a szó, az jelent? Az excrementum, igen, az maga a szék. Jó. Már a Gábor sztoria. Igen, tehát az excrementumomban több napon át furcsa, fehér ilyen kis golyókat találtam. És meg voltam pontosan előződve, hogy... Kéne Csalinak? Mi az a kicsi? De csak kiválogatod. Csonti. Ez egy modern... Csonti. Szerintem ez egy nagyon modern hamupipőke történet lesz, hogy... Na, és miután ez nem múlt el, ezért igen, gondoltam, orvos van a háznál, és hát ugye nagyon furcsa azért mégiscsak az élettársadnak azt mondja, hogy gyere, most nézd meg azt, amit excrementultam. De ott találtuk magunkat, hogy együtt térdelünk a porcelán előtt. Mi ez? Andi, mi ez? Na, ez egy gyönyörű pillanat. Aki egy percen belül többet talál, az a nyertes. Nem nyúltunk hozzá. Ne hagyd ki a részleteket, felvette az Andi a gumikesztyűt, meg előhagyd ki a részleteket. De nem nyúltunk hozzá, egyszerűen gondolta, hogy a rutinos orvos, de egyébként meg sem ökkent ezen. Milyen jó, hogy nem léptünk bele. És akkor a végén ki a busztustalan itt? Peti, nem mindegy, hogy kemény vagy híg, vagy ha kemény, nem bírod szétszerni. Mert ha híg, akkor simán kitegyek. Szerintem a híg, akkor szűrő, és akkor szűrő. Csontkemény, hogy szeretjük? De kemény, de nem tud belemenni a giliszta, ez hülyeség. Akkor elmondom a végeredményt, nem tudtuk megállapítani, aztán egyszer csak rájöttem, hogy az ember végig gondolja, mit evett, és képzeljétek el, hogy azt a C-vitamin kapszulát szedtem, amit hirdetnek a tévében rendszeresen, ami tudod, ilyen kis narancsága kapszula, és tele van fehér bogyókkal. Nyugtasson meg, hogy nem ez az első sípszó ma esetben. Jó, bocsánat, Peti, nem mondunk ilyen neveket. Jó, bocsánat. De ez mi már, hogy azt mondja, hogy meg nem mondjuk ki, hogy te. Jó, sírok. Peti,
Azért tudtam, mert én is szedem. Na jó, hiszem. Ha még egy kicsit és mondd Péter, tényleg retardhatása van, és még órákon belül? Még nem néztem! Visszaköszön neked az extrementumodban? Még nem láttam benne. Nem láttam ezek a fejét. A szemcséket láttad benne, és gondolom. És mi lett a legvége? Ez volt a legvége. Elnézést. Amikor erre rájöttetek, örültetek? Én örültem, igen. Megnyugodtam. De miért azt nem emésztetted meg, vagy hát mi? Hát ezek szerint nem. Hogy nem? Tehát hogy nem oldódott fel 24 óra alatt, ahogy ő ígéri, ha nevetszelen. Nem lehet, hogy sokat szedtél be. Most nem. Nem, egy nem. Darabot abból naponta. Abból a bizonyosban? Ja. És azóta nem szeded? Nem, és elmúlt. És nem. Elnézést, hogy ezzel a témával zárjuk, finiseljük a mai műsort. De ma is megtanultál egy idegen szót. De holnapra nem tudja. Excrementum. Excrementum, megjegyeztem egy életre. Ezt most úgy voltad, mint egy ilyen papi, excrementum. És még van két szó, amit tanultál ma, illetve ismételtünk. Bárgyú. Nem, a bárgyú az a bomba magyar. Igen, van még. Melyik? Nem tudom. Hedonista? Az nem tudom, még mindig olyan micsoda. De nem volt mondatban foglalva. Nem magyaráztad el. A műsorvezető éppen lezárná a műsort, tehát ezt már az öltözőben, az öltözőben fogjátok megbeszélni. Nagy tapsot Valko Esztinek, Kabát Petinek, Hajdú Petinek és Dombinak. Mindenkinek nagyon köszönjük, folytatjuk a Frisbee-vel. Peti, mi lesz nálad ma este? A Boxszövetség elnöke többek között velünk lesz, Erdély Madár Zsolt, és a fülkében az Animal Cannibals. Óriási. Köszönöm szépen, nézzék a Frisbee-t. Mi egy hét múlva találkozunk, és megkérlek benneteket, hogy nézzük már meg ezt a csücsörítős, arcbeszívós pózt. Gyertek, csináljunk egy szelfit erről. Jó éjszakát!